Szabó nagy bedobása. Varga már teljesen jól teszi vissza Szabónak. Beívelés sem rossz. Sajbán készít a lövés egyből. És aztán harmadszorra. Jön a mérkőzés első szöglete. Kicsiben a hazaiak. És Megyeri. Merike. Négy Loki játékos az ellenfél tér felén, sőt már öt. Az egy óriási labda. Varga Kevin kapja. Varga vissza. Nagy védecs hatalmasat. Dzsuzsák a kipattanóval lekészít. Megint egy lövés. Elakad. Megint gól! Vezet a Debrecen úgy, hogy talán másodszor lépték át a félpályát eddig a mérkőzésen. Debrecen ezért is szerepel jól az utóbbi időszakban, mert ha van helyzet és lehetőség, akkor azt kihasználja. Az egész támadásnak ez volt a kulcsa egyébként. Varga Kevin pedig nem Dzsuzsákot választotta, hanem a második hullámban érkező társat. Loncsár első kísérlete még elakadt szélpában, a másodikat viszont már nagy sem tudja hárítani. 1-0 a Debrecennek. Megnézik, hogy nem volt eles, gondolom én, Varga Kevin indításánál azért. Igen, azt nézik, erősítik meg a kollégák is. Hát, ha a fű csíkozását nézem, akkor a bal lába az érdekes lehet. Ugye ez a kamera ez most így ebben a formában talán nem volt teljesen vonalban. Loncsár szépen oldotta meg. És a videózást követően valóban lesz szituáció áll fenn, nem vezet a Debrecen. Veskovics lépett ki jól a védőfalból. Nagy labdaszerzés, és aztán fekve rúgja tovább, ráadásul Pap. Előnyszabályt ítél a játékvezető, és Kribek helyzetben Megyeri! És aztán jött a Debrecen, az egy nagyon nagy passz, Loncsár. 3-3 ellen most a Debrecen, Varga Kevin. Mehet lendületből 1-1-ben Varga Kevin. Behúzza befelé jobb lábára. Varga Kevin teker, nagy véd! És a kipattanót pedig kirúgják a paksiak.